tisztelete és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta Szabó Norbert és a Bartók Béla Művelődési Ház meghívását Gottlieb című kiállításra. Egy 4 évvel ezelőtt kezdett hagyomány folytatunk a mai napon is. A Városi Igazságok minden alkalommal egy kiállítással, egy helyi alkotónak a kiállításával kezdődik, és a hagyomány abban áll, hogy az előző év kiállítója nyitja meg a kiállítást. Én meg is kérem most Rékában, hogy nyisson ezt a kiállítást. Sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget Norbi kiállításán. Mivel mindannyian unik a hosszú megnyitó beszédeket, ezért rövidre fognám a szót. Új elemzés nem lesz, csak néhány gondolatot mondanék el, ami megszületett a fejemben, mikor már láttam a képeket. A kiállítás címe Portrék, de láthatunk itt más munkákat is, mivel Norbi stílusa az évek alatt változott. Eleinte állat, majd anime figurákat készített, és ezek után jöttek csak a férfi, az a és a női képek. Nagyon érdekes számomra, hogy kétféle stílus keveredik. A szépen kidolgozott élethű képek és az elnagyolt vonalakból álló arcképek. Az utóbbiak akkor készülnek, mikor Norbinak nincs sok ideje. De már láttam, hogy a vonaton születik meg egy élethű arckép. A rajzoktöbbsége ezért kisméretű. Kedvelte ezt a ceruza és a toll, de mostanában új technikákat is kipróbál. Ilyenek a száraz olajfestéssel készült portrék. Ebben a kiállításban még az az érdekes, hogy Norbi a tanulai kereteken kívül nem tanult rajzolni. Amit itt láthatunk, az mind a válaszfeltett tehetségnek és a sok gyakorlásnak köszönhető. Bízom benne, hogy nem hagyja elveszni ezt a tudást, és szemnél szebb munkákkal áll elő. A portréknál érdemes elidőzni, mivel a többségük fotónak tűnik. Ezen már megnyitnám a kiállítást, mindenki tekintse meg a képeket, és az asztalon található kiskönyvbe írják bele gondolataikat, véleményeket, esetleg építő jellegű kritikáikat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Hát ugye az hagyomány, hogy az előző kiállító nyitja meg a aprálisat, úgyhogy én majd jövőre Én is, de azt gondolom, hogy neked a mostad, amivel megillatkozol előttünk, azt a kezeddel tetted, meg a szíveddel, amivel bemutatod a képeidet láthatjuk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, főleg ugye a kiállítót, a Norbit, és hát természetesen erre nincs, hogy tavaly láttuk a képeit. Mind a kettő azért nagyon fontos, azt gondolom, Ács is az én szívem szempontjából is, mert két van fiatal, aki a város jövője szempontjából is fontos, tehát előre tudják minden városnak a hírnevét, tudják a város öregvédteményét, és hát tudnak fiatalságot vinni a városba, ami nagyon kell ahhoz, hogy egy élhető, egy igazi település legyen, és a Ács is szeretne ilyen lenni. A másik, nagyon örülök, hogy vannak olyan fiatalok, akik a művészettel is foglalkoznak, mert egyre kevésbé találok olyanok, akik mondjuk olvasnak, rajzolnak, írnak, vagy bármi, inkább arra jellemző, hogy ezek a sorozatok, meg ezek a eléggé alacsony szintű kultúrák dívnak ma Magyarországon is, mint ahogy a világban is, de ez azért azt jelenti, hogy azért mindenképpen van olyan ember, olyan fiatal, aki másfelé is és más dolgokkal foglalkozik, és ez nagyon fontos, és hogy Ácsomban ez még fontosabb. Tehát külön köszönöm ezt. A képekről én szakmailag semmit nem tudom mondani, azt tudom mondani, hogy nagyon szépek. Állatokat, azokat nagyon szeretem, én is mindig rajzolok. Tehát én úgy tudok gondolkodni, egy megbeszélés alatt is, hogy közben rajzolok. Ezt aki ismer, azt tudja, tehát általában vonalakat húzok meg. A vonalakat én azért húzom meg, mert őszintén az öreg Smira tanár úr, akit még nem ismertetek, de a lényeg az, hogy ő úgy tanított bennünket rajzórán, hogy mindig tovább kell húzni a vonalat. Köszönöm, és még annyit vagyok, hogy ez az első hagyomatos rendezvény, ami a városi nap indulása, tehát itt ezzel meg is nyitjuk a városi napot, és hát mindenki sok szeretettel várunk a többi rendezvényen is. Reméljük, hogy az időjárás is kedves lesz hozzánk. Ezt pedig szeretném látni. Köszönöm szépen. Sok sikert. Köszönöm. Thank you.
szirré tétetik, hogy a régi néphagyományt, a születi felvonulást továbbra is őrizzük. Adjon a jó Isten szerencsés jó napot, kis bíróként emelek kalapot. Először is mondjunk hálát az Úrnak, hogy megtartotta kedves mindnyájunkat. Örömmel üdvözöljük a megjelenteket, a régi falubelieket és a szomszédos településről ide érkezőket, valamint a városhatyák azért jelen köztünk vannak. Elérkezett a szület ideje, kívánjuk, hogy legyenek a hordók tele. Bemutatom a díszes seregletet, melyet városunk lányai és fiai képezzenek. Elől a bíró és bíróné mindketten szép nemes fajta, kiknek szemei a városi népet mustrálja. Szépek a lányok, csinosak a fiúk, remélem vidul a nép, s mindez örömére szolgáltatik a fiatalok tánca. A táncot most mindenki járja, táncotoknak nincsen párja. A tánc után beállunk rendbe, vonulunk szépen, de nem csendbe. Jöjjön velünk az ácsiak apraja nagyja, városnap a végállomás, a kastély udvar sörsátrában a folytatás, ahol a belépést a hivatalája, mondandóm itt ér véget, kívánok mindenkinek jót és szépet. Kidobolt adott az Úr 2014. évének szeptember 13. napján, de nem pénteken.
A Döbrög méltóságos úr a saját negyedapja alkalmából egy kastélyt épített, csak hogy a munkálatok nem úgy haladnak, ahogy az kellene. Éppen ezért önkénteseket várok ide. Ennél többet? Na, ó, egy már, van gyerek! Na itt a másik önkéntesünk! Ez az, szervusz, én a Lisztán vagyok. Téged hogy hívnak? Csabi? Szervusz, és Pál vagyok, téged hogy hívnak? Gergő, Csabi és Gergő, na! Itt lenne ez a dolog. Állj ide, te meg ide! Jó, jaj, kettő elég lesz, mit csinálok én négy, de nem baj, ez is jó! Ó, sok, nem baj, gyertek ide! Szervusz, én az István vagyok. És téged hogy hívnak, ez szép név, igen. Csongor! Na, szervusz! Ma! Na és téged, szervusz! Lacika! Na, ennyi nevet nem tudok megígyezni, hogy most csak mondok, jó? Te ide állsz! Fújva! Na, figyelj, mi ketten? Mi ketten pedig ide? Ez az, megfordulni, arra néz, te erre nézel, így, ez az, te is arra nézel, arra nézel. Megfogni, megfogni, üljetek hátra, megfogni, előre! Hú, ez se jó, várjatok, ez nem jó, tegyél. Ábogyar, apu mert tudtam már, hogy a magyar hölgyek nagyon szerték a világon. Segíteme! Segíteme!
tetszik, mi? Hát, hogy megismerjed, nagyságos úr! Hogy? Mert tudja, mert nem vagyok én semmiféle talján építőmester! Hát, mi csoda? Nem csak a Ludas Matyi! Mi? Aki megígérte, hogy háromszor adja vissza a felést! Hát itt az első! Nem. Nagyságos uram! Galivaf! Számol! Nem! Segítsenek el! Yeah.
szület elő, hát nincs elég idő, hát szület után lesz az esküvő. Már is berúgok, lúg vagyok rózsám, az is maradok.
mondta, így van ez már évek óta, jaj, de szép a lassú lóta, a szép lány tolója. Ó, szudáré, hely, koháré, minden szép lány, a másé, nékem is lesz édes párom, ha nem vélem, anyárom, anyárom, de jó, látom, azon, de házom, járjad párom, én is járom, itt a kertőben.
Mint minden évben az Ácsi falu nap, majd később pedig a Városi Igazságok egyik fő eseményt rendezvény. Az első években még csupán néhány tíz robogó vett részt a felvonuláson, de az elmúlt 10 évben már volt olyan, amikor 200-at megközelítette a résztvevőknek a száma. Eddig az időjárás mindig egyes volt hozzánk, és nem volt akadály annak, hogy teljesítsük is az útvonalunkat. Nagyon szeretném, ha az idei évben is így lenne, de mindenkit kérek arra, hogy ha tényleg leszakad az ég és nagyon elkezd leszni az eső, akkor menet közben is kezdjetek el oszolni, mert annak nincs értelme, hogy mindenki bőrázni is, baleset is bekövetkezzen emiatt. Az idei évben, mint minden más motoros felvonulás helyszínén, itt is szigorodnak a részvételnek a szabályai és a feltételei is, amit a rendőrség biztosítására nekünk is be kell tartani.
Bevallom mindenkinek, hogy nagyon szomorú lettem volna, hogyha pontosan ez a 10. jubilómi motoros felvonulás jussul meg itt az időjárás miatt. Ám köszönet és hála nektek azért, hogy végigmentünk ezen az úton, és tényleg nem tartott senkit vissza az időjárás. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a részvételt, és azt is, hogy tényleg útközben is mindenki kitartott, és balesetmentesen lezajlott a mai rendezvény. A szokásainknak megfelelően 3 díjat szeretnénk átadni. Ugye mindig más szempontok alapján válogatjuk ki azokat a motorokat, akiknek díjat adunk. Ezek a szempontok tényleg változatosak és mindig mások, hiszen tudjuk, hogy a legszebb és a legjobb motor mindenkinek a saját motorja. Úgyhogy a választás az mindig nehéz, ezért minden egyes alkalommal megkérek valakit, aki nálam jobban szakavatott ebben a dologban, hogy segítsen. Ez most is így történt. És a választásunk a következő motorokra esett. Akinek a nevét mondom, azt megkérem arra, hogy fáradjon ide hozzám és vegye át a díjat, amit adni fogok. Tehát az első díjazottunk Kutak Rihárd lenne, aki egy Romet Pony motorral száguldott a végig a nagy esős időben ezt a menetet. Egy Simpson Star és egy Romet Pony hibridje ez a gép, ami az ő munkájának a nyomán alakult ilyenné, amilyen. Tehát köszönöm szépen a részvételt és gratulálok. És a 10. alkalommal elkészített díjat átadom neked. Köszönöm szépen. A második díjazottunk az egy, nem egy egyedi, hanem egy teljesen gyári, ám egy nagyon szépre és igazán magas műszaki színvonalra sikerült gépre esett a választásunk. Ez pedig Nagy Zoltán Kawasaki Z800-asa. Kérem a Zolit is, hogy jöjjön ide és vegye át a díjat. Én most kiderült, hogy ilyen motorja van a Zoli, aki eddig nem tudta. Köszönöm szépen a részvételt és gratulálok neked. Nagyon szépen köszönöm. A harmadik díjazottunk is egy nem mai gyerek, mondhatjuk azt, ám a régi fényében ragyogó öreg Simpson, egy S51B, ami Szűcs Tibor barátunknak a tulajdonában van. És megkérném a Tivit, hogy jöjjön ide. Tibor, neked is gratulálok és köszönöm szépen a részvételt. Hát, köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, hogy ezen a jubilómi eseményen az időjáráshoz képest azért szép számmal összejöttünk. Igaz, hogy most vidékről kevesebben voltak, mint az elmúlt években, de a helyiek nagyon szépen képviselték azért a helyi erőket, a motoros erőket. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. És a résztvevőkön kívül még ezúton megköszönöm a rendőrségnek és a polgárőrségnek a segítségét a lebonyolításban és abban, hogy segítették ezt a balesetmentes menetet végighajtani. Köszönöm szépen, és meghívok mindenkit a további eseményekre.
Gyere, 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 g
Emil! Ott a labda, csináljuk, gyerünk! Tovább! De várj, arra válaszolj! Megkezdem még egyszer. De jó, megérted. Na, Jani!
Hát azt tudod, ez itt van valaki dolgozni a kis pályán, azért lehet mondani, itt is áll. Hogy ne lehet? Még azt lehet mondani, hogy figyelj, hogy nem? A nagypályán el tud állítani, nem? De ne, itt el mozogunk, a nagypályán még jobban el tud állítani. Jani átposzt őket. Ja, de itt valaki mozog rendesen, itt el is fárad rendesen. Itt jó. Az a fár. Nem figyelj. Elfeküdt, Sarokkal akartam. Yeah. Jani, mert elfeküdtem. Elfeküdt már. Szép lett volna, bejön a Sarokkal. Hát te nem még itt a Sarokkal. Itt az Ikó! Itt a Csimmi! Miért se lett, hogy elvett? Itt a Csimminek. Ugye? Ott a Pityó! Itt! Aja, az is. Üljétek el! Az Ikó rá kellett volna rúgni. Ezt tűnöm! Bocs! Neked kellett volna az Ikó! Yeah.
mind a pirosról, mind a labda pirosról megyek a bal. Ida ott ki, Ida je. Jó, Bogal! Ne közép, a picsába tömegben nézd meg.